Sokan már halottak napja előtt felkeresik szeretteik sírjait, hogy elkerüljék a tömeget. A koronavírus járvány miatt idén az ünnep közelettével a temetőkben is a szabályok betartására hívják fel a figyelmet. Távolságtartást, maszkviselést és a kézfertőtlenítő használatát kérik a hozzátartozóktól. A megnövekedett forgalomra való tekintettel az MVK is sűrűbben indítja a temetőket érintő járatokat. Maszkban rendezi a virágokat az egyik hozzátartozó a szentpéteri kapui temetőben. Idén a járványhelyzet miatt a halottak napja is eltér a megszokottól. A járványügyi előírások betartása mellett sokan az ünnepek előtt látogatják meg szeretteik sírjait. Hamarabb jöttünk el, hogy ne legyen tömeg, mert ugye félünk, idősek vagyunk. Meg most jobb így, mert távolra is elmegyünk az ősszülőket meg. Az idősebbek többsége igyekszik elkerülni a hétvégi tömeget, hogy megelőzzék az esetleges fertőzést. Már most én letudtam, mert már voltam mind a két temetőbe, a deszkába is, meg most a szüleim, meg a férjem sírjánál. Most még autóval is behajthatnak a temetőbe a hozzátartozók, szombattól azonban, ahogy az előző években, ez most is tilos lesz. A temetőgondnokság arra kér mindenkit, hogy a látogatók viseljenek maszkot, tartsák a távolságot és használjanak kézfertőtlenítőt. Hogy elkerüljék a nagyobb tumultust, a temetők már reggel 7 órakor kinyitnak. A megnövekedett forgalomra való tekintettel a Miskolci Közlekedési Vállalat is sűrűbben indítja a temetők felé közlekedő járatait. Október 31-én és november 1-én az MVK ZRT járatai a hétvégékre érvényes menetrendek szerint fognak közlekedni, azonban tekintettel a temetők megnövekedett forgalmára a 14-es és az 54-es autóbusz vonalakon járatsűrítést fogunk alkalmazni, többletjáratok fognak közlekedni. Valamint az avasi autóbusz vonalakon, illetve a 29-es autóbusz vonalán csuklós autóbuszokkal közlekedünk ezen a hétvégén. A miskolci temetőkben idén is polgárőrök, rendészek és rendőrök teljesítenek szolgálatot, hogy megelőzzék az esetleges bűncselekményeket.